Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Channeling a Bibliából. Én kinyitom a Bibliát, használom még mindig a nyakláncomat, és az úgy mozdul ki, mint egy inga bizonyos szavaknál, és ennek van értelme. Ez olyan, mint egy üzenet a Bibliából, hogy mi jön, milyen üzenet, ezt én nem tudom befolyásolni, tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen üzenetet kapunk a mai napon. Hamarosan lesz egy találkozás, vagy egy meghívás, egy ünnepség. Jó lenne, ha ezen részt vennél. Légy magabiztos, mások kedvelnek téged, és ez kihat rád, ez megnyugtató lesz. Lesz egy hivatalos dolog, mert valami útba van hozzád, de vizsgáld át ezeket a dolgokat. A nép és a határ, az ország határa mögött ugyanaz a nyelv. És ez az anyanyelv megmarad. Itt ezek az emberek, ezek a családok ott két nép között vannak. Ők nem tudják, hogy hova tartoznak, de az anyanyelvet ápolják. Sőt, ápolják a kultúrát, ápolják a hagyományokat. Visszatérni az ország régi nagyságára jelenleg nagyon nehéz lenne.
más országok szeretnék ezt megakadályozni. Ha az ország aktív lenne ebbe az irányba, ez vitánkhoz, veszekedésekhez vezetne. Számodra fontos most a biztonság érzete, és védd meg a helyedet. Ez lehet a hivatás, a család vagy a lakhely. Van valami vagy valaki, aki fontos számodra. Mindez elérhető, de légy kicsit türelmes. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.